Nyilván elfogultsággal lehet engem vádolni, de számomra a két legfontosabb nemzeti szervezet. Az egyik a Betyás Sereg, Zsolt a Betyás vezetője. Mindenkit szeretettel üdvözlök. A másik pedig a 64 Vármegyei Fűsági Mozgalom. Köszöntök én is mindenkit. Barcsa Turner Gábor a vezetője. Ez a két mozgalom, mind a kettő most már mondhatjuk lassan, hogy őskövület a nemzeti oldalon, hiszen a 64 Vármegyei Fűsági Mozgalmat 2001-ben, Alapítottuk néhány barátommal. Gábor akkor már megszületett, ugye? De de Gábor már az új nemzedéket képviseli, akiknek átadtuk a stafétabotot, és nagyon büszke vagyok rájuk. 18 éves a vármegye, én jó magam pedig 15 évesen csatlakoztam. No, azt hittem, hogy 15 vagy is. Most ők 31-amúgy. Szóval mondhatom azt, hogy Gáborék képviselik azt a nemzedéket, amelyre nagyon büszke vagyok. És bár azt mondtam ma már egyszer valakinek, hogy a határkerítés, amely itt húzódik mellettünk, és most már világhírűvé vált, életem főműve, de nyugodtan mondhatom, hogy életem másik főműve a 64 Vármegyi Fűsági Mozgalom, ezért nagyon hálás vagyok Gáboréknak, akik viszik tovább a fákját, és egyre harcosabban küzdenek az elmúlt hónapokban, rengeteg küzdelemben vettek részt. A másik oldalon pedig Zsolti, aki, akivel kapcsolatban nem mondhatom azt, vagy nem kérdezhetem meg azt, hogy megszületette már akkor, amikor a betyársereget alapítottuk, hiszen ő maga szintén a betyársereg egyik alapítója, ötletgazdája, akivel ráadásul egyidősek vagyunk, ez egy ilyen erős nemzedék volt, és jóval régebb óta ismerjük egymást, mint a, mint a betyársereg. Nyugodtan mondhatom, hogy jó magam közel 25 éve. évek közepétől mondhatjuk Ígyan. ezt. 25 éve, közel 25 éve a nemzeti oldalon tekerem a kerékpárt, és hát emlékszem, hogy már a 90-es években fölfigyeltem a saját nemzedékemből két nagyon kemény harcosra, akik rendíthetetlenül küzdöttek hazánkért a magyarság ügyéért. Az egyikük Zsolti volt, a másikat úgy hívták, hogy Rój. Róla most kevesebbet fogunk beszélni. Annyi a különbség ciritján Zsolt és Schneider Tamás között, hogy Schneider Tamás legszívesebben tagadná a múltat, és inkább hippi lenne. A mostani barátai előtt, ugye momentumosok, dk barátok előtt nyilván ciki a múlt. Zsoltnak azonban nincs ilyen problémája, ő azt hiszem vállalhatja a közös múltunkat, és büszkék is vagyunk erre. Úgyhogy hát én ezekkel a szavakkal szeretném bemutatni két régi bajtársamat, barátomat és mai vendégünket. És akkor rögtön az első témával kezdjük is el. A, talán a legaktuálisabb a Magyar Sziget, és az a szubkultúra, amelyet közösen megteremtettünk. A közös megteremtés alatt nem csak azt értem, hogy mi hárman, hanem veletek, sokatokkal, akik az elmúlt húsz esztendőben létrehoztak egy olyan szubkultúrát, amiből kilőttek, kinőttek azok a nemzeti zenekarok, a Kárpátia vagy akár az egészséges fejbőr, amely, amely például korábban egy ilyen underground műfajú zenekar volt, aztán sok ezres vagy akár tízezres koncerteket adnak ma már ezek a nemzeti zenekarok, és valóban nagyon sok száz magyar ember civil munkája van ebben, de látjuk azt, hogy az elmúlt években egy picit megtorpant. Ez a fajta civil építkezés. Látjuk azt, hogy a Magyar-sziget is az elmúlt években egy picit újra ilyen zárt rendezvényé változott, és ezzel az idei, ezzel a mai megnyitóval, ezzel én szeretném azt üzenni, hogy bár jó lenne kivonulnunk, és azt mondani így 20-25 év után, hogy most már csinálja valaki más, de nem tehetjük meg. Mert látjuk a, a, az elmúlt években, és hogyha mondjuk 2022 felé közelítünk, akkor azt is látjuk, hogy például az új nemzedéket, a fiatalokat már nem a, a magyar sziget fogja meg, mint mondjuk 10 évvel ezelőtt vagy 15 évvel ezelőtt, hanem a Momentum elmebeteg rendezvényei, vagy például az a felvonulás, amit saját szememmel vehettem szemügyre egy kordon mögül, ugye most hétvégén az úgynevezett Pride vagy Deviáns felvonulás, ahol 10-15 ezer ember és jelentős részben fiatal vonult, teljesen elmebeteg identitású emberekkel, akik ugye nem tudják eldönteni, hogy fiúk vagy lányok, és most nem is már szimplán a homoszexuálisokra gondolok, hanem ha valaki látta a Turul TV felvételét, ahol a lányok elmondják, hogy ők egyébként férfiak, de nem annak tűnnek, akkor azt látjuk, hogy vagy akár a két 22 éves lány, akik kutya, pórázzal vezették egymást, és nem igazán tudjuk eldönteni, hogy ezt miért csinálják. Igazából ők sem tudták persze megmondani. Tehát azt látjuk, hogy egy teljesen beteg, talán csak kábítószerrel elviselhető világot jelent ez a Momentum világ, és ezt próbálja a fiatalokat behálózni, és sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy nagyobb sikerrel teszik ezt, mint a nemzeti oldal az elmúlt években. Ezért döntöttem úgy, hogy akkor, bár közben én ásotthalom polgármestere lettem már az elmúlt 5-6 évben, de akkor visszajövök a nemzeti szubkultúrába szervezni ilyen rendezvényeket, fesztiválokat, és a Magyar Szigetet itt Gáborékkal közösen Ásotthalmon próbáljuk újjáéleszteni, és megpróbáljuk majd a fiatalokat is bevonzani. Tehát hogyan látjátok, van-e erre esély, van-e feladatunk, mit és hogyan kell tennünk, de ez így nem mehet tovább, hogyha így megy tovább, akkor egy momentumos generáció fog felnőni, és akkor tényleg Magyarországnak vége. Tehát nagyon fontosnak tartjuk itt a közösségi szellemnek a erősítését, és ezek a rendezvények kiváló alkalmat nyújtanak arra, hogy megismerjük egymást, illetve, hogy beszélgessünk, tervezünk, akár egy ilyen kerekasztal beszélgetésnél is. És mint ifjúsági mozgalom, én is meg tudom erősíti, hogy hatalmas baj van a fiatalok, mert rengeteg fiatal beszélgetünk, úgy is, hogy jönnek hozzánk, csatlakoznak hála Istennek 15 évtől fölfele és tudatosan kérdezgetjük őket, hogy mi érdekli a mostani fiatalokat, mivel lehet őket megfogni, mit csináljon a HVM. És igazából akik hozzánk jönnek, ők is el vannak képedve a saját generációjukon, mert annyira nem érdekli őket semmi, illetve mi érdekli őket, olyat nem fogunk szervezni, mert nyilván, hogyha egy Pride-ot szerveznék, akkor arra jönnének. De akkor mi a megoldás? Hát mi azt találtuk ki, meg azt csináljuk, és van is eredménye, mert hála Istennek nagyon sok fiatal van azért köztünk, és az elmúlt hónapokban, években azért megmutattuk, hogy komoly akció mozgalomként is fel tudunk lépni, tehát a gyümölcsök azért beérnek lassan, hogy az életbeli problémákra nyújtunk választ. Tehát az a baj a mai fiatalokkal, hogy teljesen leépítették az összes identitását. Egyrészt nincsen se vallási, se kulturális, se nemzeti, és már nemi identitása se az átlag mai liberális, modern fiatalnak. És egyébként tele van kérdésekkel a világgal kapcsolatban. És nem az a kérdése, hogy hogy lett Magyarország ilyen kicsi, tehát mondjuk engem, meg egyébként még az osztályomban és az én korosztályomat foglalkoztatta ez a kérdés. Maiakat ez már nem érdekli, vagy nagyon kevés részben, leginkább nyilván az érdekli, hogy ő, ő hogy lesz egyébként felnőtt, mit fog csinálni, miből fog megélni, mert megélni majd nyilván szeretne. Tehát az már eljut a tudatáig, hogy majd valahogy a világban boldogulnia kell. És ezekre a kérdésekre is próbálunk választ adni. Tehát egy komplet világnézetet, illetve létszemléletet is próbálunk átadni a hozzánk csatlakozóknak, illetve hogy ezt képviseljék a saját korosztályukban, nyilván az ő szintjükön elmagyarázva. És a leg utolsó, gyakorlatilag a héj egyébként a politikai megnyilvánulás. Na, hogyha rendben van az adott ember, szemléletileg, akkor annak már csak következménye az, hogy ő hazafi, hogy nemzeti érzelmű, és eljön ide, és jól érzi magát, és kialakul egy olyan közösség, akár körülötte, akár úgy, hogy csatlakozik ide, amit utána a családjának tekint, tehát a szellemi családjának. Mert egyébként a legtöbb fiatal otthon sem kap már olyan nevelést, tehát a biológiai család sem tartja úgy meg. Tehát én azt tudom mondani összegezve, hogy a fiatalság nevelése az elengedhetetlen, és nem feltétlenül az a lényeg, hogy trianonos pólóban mászkáljon először, hanem hogy egészséges szemléletű legyen minden más területen is. Hát én ezt annyival egészíteném ki, hogy ahhoz, hogy mi idáig eljutottunk, tehát a jelen pillanatban sajnos olyan problémáról kell beszélni, hogy a fiatalság számára sajnos egy az vonzó választás, ez mindenképpen kellett vonagháború újra tervezése és egy jobbikos halálugrás. Tehát ez kihagyhatatlan sajnos, mert értelemszerűen a társadalomban, így a jobb oldal irányában beállt egyfajta undor. Ugye mit látnak? A jellemtelen és az eltelen emberek gyülekezetét. Ezért ez a jobbikos csapás, ez sajnos oda vezetett, hogy az átlagember számára ma a társadalomba a jobboldaliság nem a lovagi útként definiálható, nem a hősies, ám bár reménytelen szélmalomharc, nem az úgynevezett küzdelem, ami által az ember nem esedik, tehát nem az jön le egy átlag szemlélőnek, hanem az eltelenség és az árulás. És ezért egy borzalmas nagy tragédia az, hogy bizony nekünk először a saját társadalmunk bizalmát kell újra visszanyernünk. Amíg ez nem történik meg, addig bizony sajnos ezek a szervezetek ebben nyerészkedni fognak, és nagyon sok jobb és szebb jövőre alkalmas fiatal fognak magukhoz csábítani. Hatalmas nagy problémának látom azt is, hogy nincsenek lerakva a szellemi alapok. Az itt az úgymond nemzeti radikális táborban lézengő fiatalok nagy része nem tudja, miért van itt. Nagy részét egy szubkultúrához való tartozás, illetve a ülés foglalkoztatja, és ezt be kell ismernünk. Nincsenek meg azok az ideológiai sarkövek, aminek alapján egy ilyen jobbikos arclatváltás elképzelhetetlen lett volna. Ezért nem tudom, hogy mennyire figyelitek, itt a Gulyás-Marci példáját tudom felhozni, na nem pozitív példaként értelemszerűen, de viszont ők nagyon ügyesen csinálnak szellemi köröket, ezt ugye Partizán néven futtatják, és remekül tudják aktualizálni a kommunizmus ideológiáját napjainkba. És viszont ez nagyon veszélyes. És ez a mai fiatalok számára azért jövőbe mutató, mert egyrészt ezt tisztának látják, másrészt meg forradalminak. És az ifjúság mindig lázadó szemléletű. És amíg ott látják a lázadás szellemét, nálunk meg az eltelenséget, meg a jellemtelenséget, addig értelemszerűen sajnos ez szimpatikus lesz számukra. Független attól, hogy akik itt ennél az asztalnál ülnek, teljesen hitelesen tudják képviselni ma azt a jobboldali értékrendet, aminek a képviseletére nagyon nagy szükség van. Emellett én nagyon fontosnak tartom azt, hogy nekünk is létre kell hozni azt a szellemi műhelyt, ami értelemszerűen majd a úgynevezett 21. /XI századhoz igazított, realista jobboldali gondolatot fogja megfogalmazni, illetve létrehozni. Mi ennek elkezdtük egy ilyen hát, főpróbáját, úgymond már meg is csináltuk egy ilyen klubbeszélgetés, Ince Béla barátommal, aki légi Ungárra nevezetű szervezetnek a vezetője, ővel létrehoztunk egy ilyen kis klubot. Igen jó hangulatú beszélgetés volt, nyilván ez a kezdőlépés. Gondolkoztunk azon, hogy ha már Ujásmarci partizánkodik, akkor mi mondjuk elnevezük Enzász Gruppénak, nem? Hát akkor lehet. De igazából ez csak a vicc része lett volna, nyilván nem. De ennek ellenére nagyon fontos dolognak tartom azt, hogy igenis minél többet üljünk össze, beszélgessünk, és olyan korhatáros témákat vegyünk elő, aminek a kibeszélés és megértése rendkívül fontos. Szóval ez a két alap lenne az, amire szerintem építeni lehet a jövőben. Persze nagyon nagy kérdés, hogy mivel lehet a fiatalokat megszólítani, és tudjuk, hogy persze mi mindannyian fiatalok vagyunk, és majd 75 évesen is, amikor még ellentüntetünk a pride al szemben a kordonok mögött, akkor is úgy érezzük, hogy fiatalok vagyunk. Hát, a szellemi-lelki fiatalság, ami bár, számít, nem a bár, biológiai. Már éppen mondtam Budaházi Eddának, hogy, hogy azért az egészen elkeserítő, hogy ugyanazt a 30 embert láttam most hétvégén ellentüntetni a kordonok mögött ott mellettem, akik, akiket 25 éve látok és mondtam, hogy de azért biztató, hogy van ott egy maroknyi fiatal a 30 fős csapatunk szélén, és akkor mondta eddő hogy hát nem ismered már meg a gyermekeimet, ugye most már régen találkoztunk, úgyhogy megnőttek a budaházi gyerekek, és az a 6-7 fiatal azok az ő gyermekeik voltak, úgyhogy ez valóban nagyon elkeserítő, és nagyon nagy kérdés, hogy hogy mivel tudjuk a fiatalokat idehozni. Hát annak idején, amikor a Magyar Szigetet még először Betlen Farkas verőcei polgármesterrel elkezdtem szervezni 2001-ben, azt tulajdonképpen még nem is volt Magyar Sziget, az, az ős fesztiválunk volt. Akkor Már akkor is rá kellett arra döbbennem, hogy azért elsősorban, és azt látom, hogy 2019-ben is még elmondhatjuk, hogy elsősorban azért az esti koncertek azok, amelyek bevonzák a fiatalokat általában. Ezt ugye ma is látjuk, valószínűleg Este már a Kárpátia koncerten többen leszünk, de azért vagyunk most is elég szépen. Viszont hát nagyon nagy kérdés, hogy a mostani 18-19 éveseket vajon meg lehet-e ezekkel a zenekarokkal, vagy ezekkel a koncertekkel szólítani, vagy nekünk is, nem tudom, house, vagy diszkó, vagy nem tudom, milyen irányba kell átmozdulnunk, hogy valahogy ide csaljuk őket, aztán másnap, amikor fölébrednek 11 órakor, egy átmutatott éjszaka után, akkor esetleg még kicsit a delíriumos állapotban, amíg nem tudnak elmozdulni a sátor mellől, addig gyorsan valami szellemi táplálékot, ilyen előadásokat tartsunk neki, mondjuk Varga Tibor, Mátyás Királyról, mint holnap 11-kor. De nagyon nagy kérdés, hogy, hogy mit vállalhatunk be, vagy, vagy próbáljuk a, a fiatalokat rászoktatni arra a zenére, ami, amire mondjuk a Magyar Sziget közönségét 10-15 évvel ezelőtt el lehetett hozni. Ez egy nagyon nagy kérdés, hogy vajon hány 18 éves hallgatja a retro rádiót például. Vagy a Szent Korna Rádiót. Hát igen, ha, ha még tud működni ugye, ilyen borzalmas internetes cenzúra mellett. Tehát fontos, és főleg tőled várnék egyébként erre, erre választ, te közelebb vagy a 18 évesekhez, mint mi Zsoltal. Egyrészt ez lesz majd a kérdésem, hogy, hogy szerinted hogy tudjuk, mivel tudjuk a fiatalokat, most gondolkozunk hangosan, aztán majd gondolkodunk külön is, de hogy jövőre például hogyan tudjuk majd a 18 éveseket nagyobb számban hozni. Nekünk itt kell lenni persze, a régieknek továbbra is, de ide kell hozni majd a 18 éveseket is, hogyha szeretnénk azt, hogy Magyarország megmaradjon magyarnak. És van még egy nagyon fontos téma, amire majd át kell kanyarodnunk, hiszen az idő szalad, és ez pedig az internet, ugyanis azt még nem említettétek, amit én nagyon-nagyon komoly problémának látok, hogy két fő okát látom egyébként annak, hogy az a fajta nemzeti lelkesedés, erő, ami 2006 és 10 között tetőfokára hágott, az jóval Jóval selidebben pislákolt az elmúlt években, vagy akár jelen pillanatban. Az egyik ilyen probléma az internetvilága, vagy akár nevezhetjük a Facebook világának, a közösségi háló világának, erről egy picit kell majd, hogy beszéljünk szerintem. Biztos vagyok benne, hogy sokkal többen fogják az interneten meghallgatni ezt a beszélgetést, mint amennyien most itt élőben jelen vagytok, pedig szerintem sokkal izgalmasabb így részt venni egy fesztiválon, mint interneten, vagy Youtube-on, vagy bárhol máshol meghallgatni. Nem beszélve arról, hogy most már olyan brutális cenzúra van az interneten, és főleg a Facebookon, hogy mi hárman elmondhatjuk, és én erre nagyon büszke vagyok, ugye én csatlakoztam utoljára ehhez a klubhoz, és hát ha már ez a három szervezet, a 64 Vármegy Mozgalom, a Mi Hazánk és a Betyárs Sereg, ugye ez a három szervezet kötődik hozzám, elmondhatom büszkén azt, hogy mind a hárman ki vagyunk tiltva a Facebookról most már, tehát nem lehet leírni a nevünket, nem lehet az arcunkat mutatni. Miközben olyannyira beszippantotta, és nem csak a fiatalokat, a saját nemzedékünket, sőt most már anyukám korosztályát is, annyira beszippantotta a Facebook, hogy amikor törölték a 207 ezer követővel rendelkező oldalamat, akkor a következő hetekben szó szerint a teljes nemzeti oldal azt hitte, hogy én meghaltam, azt hitte, hogy föladtam, azt hitték, hogy a, és nem viccelek, hogy a mi hazánk mozgalmat átvette Novák elődés és Dúrótóra, kicsinálták. Tehát egészen elképesztő elméletek születtek, pedig semmi más nem történt, mint hogy a Facebookon nem voltam, és úgy néz ki, hogy nem is leszek még a darab, még darabig, miközben én ugyanúgy dolgozom minden nap, látástól vakulásig, ásotthalom polgármestereként, a mi hazánk elnökeként, és a többi, és a többi de ennyit jelent egyszerűen a Facebook, és sajnos szerintem az is benne van, amellett, amit Zsolt mondott, hogy 2010 után ellopták a nemzeti ellenállást, vonagáborék, és tönkretették azt a lelkesedést, azt az őszinte odaadó és önzetlen lelkesedést, ami 2010 előtt még működött, amellett én azt gondolom, hogy még az is benne van, hogy, hogy egyszerűen megváltozott az emberek magatartása. Tehát azt gondolják, hogy, hogy Facebookon, ugye, ahol mindenki egyenlő, ott mindenki bátor, ugye ott könnyebb bátornak lenni a klaviatúra mögé bújva, akár állnéven. Ott mindenki jól megmondja, pro és kontra a magáét, és úgy érzi, hogy ezelő megtette, amit megkövetelt a haza. De hát nem ott dől el, nem Zuckerberg virtuális valóságában dől el a haza sorsa, hanem itt dől el. A való valóságban dől el. Tehát szerintem erről is kellene beszélni, hogy, hogy és nyilván sokat gondolkodom ezen, hogy, hogyan tudunk ezzel a világgal szembe menni, hogy az emberek tényleg rájöjjenek arra, hogy, hogy ez, a, ez, az internet, ez a közösségi média, ez tönkretette azokat a közösségeket, amelyeket mi építettünk sokan. Ennek a, az egyik megjelenési formája volt a Magyar Sziget, de akár ez a Betyársereg, ez a 64 Vármegy, ez a Mi minden ilyen szervezet, ami közösséget próbál létrehozni. De ma már egyre, egyre nehezebb. Egyre nehezebb. Hogyan lehet például ezzel szembe menni? kérdezem először Gábortól, ugye ő jobban mozog, vagy ott van a, az internet világában. Zsolti már olyan régóta kirekesztett az internet szegény. gyűlölő hogy, hogy talán Gábor jobban tud erre megoldásokat hát, találni. Aztán lesz olyan kérdés, ami meg inkább Zsoltinak lesz testhez álló. Itt a virtuális valósággal az a legnagyobb probléma, hogy egy olyan függőséget alakít ki az emberekből, hogy egyébként ez már orvosi probléma, hogy Zaher Gábor foglalkozik például a kérdése, és azt mondja, hogy a mai fiatalokat nem attól kell félteni, hogy eljönnek egy fesztiválra, és leisszák magukat, ezt mondja Zaher Gábor, hanem attól, hogy fel kell, és a reggeli pisilés helyett a telefonját kezdje el nyomkodni. Mert ez a ön és átélés egy teljesen kikészíti, gondolkodási funkciókat sajnos leépíti. És egyébként olyan tartalmak ömlenek rá, nem csak a, a Facebook által, meg a közösségi média által, hanem mondjuk a hollywoodi filmek által, hogy nagyon nehéz egy fiatalnak ma már az inger küszöbét átlépni. Tehát valószínűleg ilyen beszélgetést egy átlag fiatal halálunalmasnak él meg, mert nem történik semmi, csak három ember unalmasan pofázik körülbelül. Tehát így fogja föl. Ezzel szemben Nekünk erre is van azért némi megoldásunk. Nyilván nem lehet hatalmas tömegebben gyakorolni, főleg kis közösségi szinten, például a gyerek és ifjúsági táborunkban, hogy élmény alapúra tesszük a, a, foglalkozásokat. Például alkossan a pajzsfalat, és alakzabban kezdjenek el vívni, egymással küzdeni, dobáljon molotov koktélt, lőjön airsoft fegyverrel, stb. 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 Mert ez, ez, egyébként ez éri el a inger küszöbét, és ez megmarad benne hatalmas élménynek. Amikor pedig már eljut arra a szintre, hogy el lehet vinni egy akcióba, felügyelettel, mert ugye először mindig úgy kerülnek közülünk be ilyen utcai akcióba, hogy nyilván megvan tervezve, van eligazítás, illetve a idősebbek útmutatásai alapján, akkor az is megmarad neki egy hatalmas élménynek, hogy például tavaly beszivárogtunk a Pride-ra. Beöltöztünk határeset homokosnak, meg lehet tekinteni a videót. Ott táncikáltunk a cigány kamion mögött. Azt, azért azt választottuk, mert onnan még úgy, hogy tradicionális zene szólt egyébként. Ott egy jó táncikáltunk, majd jelre, fönt van egyébként Vimeón a videó, meg lehet tekinteni, majd jelre elkezdtük az álcáinkat ledobálni, kifeszítettük a molinót, és vártuk, hogy mi lesz. Hát nyilván az agresszív buzik megpróbáltak nekünk jönni illetve egyre inkább feltüzelték magukat, majd a rendőrök kikísértek minket. Na most ezt a sztorit már én is így hallgatom, hogy a többi vármány, és aki ebben részt vesz, hogy meséli el a többieknek, aki ebben nem vett részt. Mai napig ez a téma, hogy milyen jót bulisztunk, egyébként ez egy szórakozás is volt, és felmutattuk az igazság zászlaját is. Vagy idén ugyan nem sikerült annyira átütő akciót csinálni, főleg a hatalmas rendőri jelenlét miatt, Leültünk kávézgatni, körülbelül 40 rohamrendőr így figyelt minket 20 méterre, mindenkinek odasugtam, hogy egy perc múlva sprint kövessenek. Ülünk, ülünk, lehúztuk a kávét, és tapsoltam, és elfutottunk, a, megpróbáltunk a, szintén a Pride elé kerülni, és hát eléggé adrenalin növelő, amikor van egy rendőrsor, falott lóbálják a gumibotot, és át kell sprintelni közöttük. Tehát vannak rajta mindenféle sérülések, mert sajnos a rendőri erő az győzött, de azért ez is egy élmény marad a fiataloknak, meg nekünk is. És aki már ilyen élményekben részt vesz, és ilyen élményeket átél, szerintem utána már a Facebook világát tekinti unalmasnak, és várja a következő akciót. De nyilván ez is egy szint, hogy ide azért eljussunk. Hát akkor az inger küszöböt üssük át, annál is inkább, mert jelen vannak már itt köreinkben balliberális újságírók, tehát a legnagyobb örömükre szolgál szerintem ez a beszélgetés, amit most folytatunk. Ugye akkor Zsolthoz fordulva észrevettem egy más típusú jelenséget is, ha már a fiatalokról, az új nemzedékről, a jövőről, Magyarország jövőjéről beszélünk. Amikor mi voltunk fiatalabbak, akkor azért a sport az egy, az egy népszerű dolog volt. Tehát nagyon sokan sportoltunk, sőt, amikor egy gyerek voltam, hát akkor, akkor még inkább, ugye én hat éves koromtól a vízitelepen nőttem föl, Szegeden, Kajak, aztán Kenú, tehát ez egy számunkra egy, egy létforma volt, egy nagyon fontos dolog volt, és tulajdonképpen kinéztük magunk közül azokat a fiúkat, akik nem sportoltak valamit, ö, hanem tényleg egy kicsit ilyen, ilyen tornából, testnevelésből felmentettek voltak. Ha viszont ma ránézzünk a 18-20 évesekre, akkor viszont azt látjuk, hogy egyre kevesebben, mint hogy egyre kevesebben sportolnának, sőt, ugye ez a fajta nemi eltévejedés, amit most ez, a, ez az elképesztő deviáns felvonulás mutatott itt hétvégén, az egészen döbbenetes formákat ölt. Tehát olyan szinten kezdenek a nemi szerepek felcserélődni, és ugye látjuk, hogy erre egy nagyon kemény, nagyon vad ilyen liberális propagandagépezet épült rá. Akik megpróbálnak a nőkből férfit, a férfiakból nőket csinálni, és teljesen összezavarni a társadalmat, ami nyilvánvalóan egy, egy nép, egy nemzet teljes kipusztulásához fog vezetni. Nem lesznek gyerekek, nem lesznek családok. Tehát nem tudom, hogy. Lesz a betyárseregnek utánpótlása? Én őszintén aggódom, emiatt ott voltam múltkor Hunszen Mártonban a seregszemléteken, és azt láttam, hogy azért e, rólatok is el lehet mondani, hogy azért a többség az a mikorosztályunk még mindig. Nem tudom mennyire Sajnos, mennyire van egyáltalán a fiatalok között lehetőség találni még olyanokat, akik mondjuk a, a küzdő amiket ugye ti e, nagyon sokan a betyárserekben e, mesterfokon üztök e, nemzetközileg, vagy akár Magyarországon, Bajnoki címekig eljutott sportolók vannak közöttetek. Hát mennyire, mennyire, lehet fiatalok között utánpótlásban reménykedni állatok és egy nagyon-nagyon fontos dolog, megint csak baliberális újságírók szeretni fogják, de szerintem nagyon fontos ezt tisztázni, hogy a cigány fiatalok között viszont menő dolog. Tehát ők boxolni járnak, sőt állami támogatással tanítják őket meg boxolni, aztán utána meg össze-vissza verik, meg csicskáztatják a magyar gyerekeket az iskolában. Tehát ez, ez egyre rosszabb irányba vezet. Ugye Török-Szent Miklóson kiáltunk a tisztességes törvény és békeszerető magyar emberek mellett, ez a három szervezet közösen. És visszatértem Fülöperik országgyűlési képviselőnkkel, aki szintén itt van egyébként körünkben, néhány nappal ezelőtt Török Szent Miklósra, ahol az egyetlen egy demonstrációnak köszönhetően 15%-ot kapott a mi hazánk ebben a 20 es városban, és másodikok lettünk a Fidesz mögött. Tehát ez is mutatja, hogy mennyire nagy igény van a magyar emberek, a tisztességes, törvénytisztelő magyar emberekben arra, hogy valaki végre, a migráns téma mellett elővegye azt is, hogy van Magyarországon belül is etnikai jellegű probléma, csak senki nem mer erről beszélni, mindenki a szőnyeg alá söpri ezt a problémát, török szent Miklóson kiderült, hogy komoly bajok vannak. És akkor most visszamentünk, és ugye készítettünk egy videófelvételt is, megkérdeztük az embereket az utcán. Az első nagymamakorú korú török lakos elmondta, hogy a magyar gyerekeket megtámadják az iskolában, leköpik őket a cigánygyerekek, azok a cigánygyerekek, akik viszont állami pénzen boxolni járnak. Tehát a köreikben ott továbbra is igencsak népszerű a különböző küzdősportok művelése, amit aztán arra használnak, hogy mondjuk bűnözők legyenek, vagy terrorizálják a magyar iskolatársaikat. Hát mennyire látsz lehetőséget arra, hogy a magyar fiatalokban is ezt a küzdőszellemet, vagy a küzdő sportokat újra népszerűvé lehessen tenni? Hát mindenképpen dolgozni kell ezen. Egy személyes észrevételt a fiataloknak a sportszeretetével kapcsolatban osszak meg. Tehát amit én látok mostanában például egy egyszerű edzőteremben, az én időmben, amikor lementünk, akkor ugye maga az edzőteremnek a szellemisége, maga az edzőterem kinézete, maga az ott jelenlévő emberek már eleve valamilyen formában ugye próbáltak minket inspirálni arra, hogy minél nagyobb teljesítményt hozzunk ki magunkból. Majd szerencsétlen mai fiatal leesik, akkor nyeglén az első kérdése az, hogy figyelj már, mi a wifi kód? Utána, amikor ez ugye meghallja, vagy megtudja, akkor nagyjából megnyugszik, talán marad is edzeni, és akkor azt veszed észre, hogy a súlyzó helyét átveszi a telefon. És uh, igazából az edzés főszereplő önnöktől kezd a telefon, meg a szelfizés. És nem igazából látod azt a küzdeni akarást, azt a fajta áldozathozatalt, ami lényegében a sport által téged magasabb rendűvé emel. So, sajnos ez egy óriási tragédia, hogy ez az úgynevezett technokrata fogyasztó idiotizmus, ez ugye idáig vezetett. És ezzel szemben nekünk képviselni kell egy teljesen más egészséges értékrendre és egészséges felfogásra alapuló alternatív életprogramot. És ez, és ez borzasztó nehéz. Ezért arra az elkérdésre, ugye, mert több kérdés is elhangzott, hogy van -e esély az utánpótlást megszervezni? Hát van, de nagyon-nagyon nagy munka. Nagyon sokat kell a mai fiatalokkal foglalkozni és nagyon sok esetben nem hálálják meg, de hát ez nem egy hálás dolog, mindannyian tudjuk, de ennek ellenére iszonyatos energiát kell beleölni, hogy egy fiatal ott is maradjon adott esetben, például a betyárseregnél, ha egyszer jelentkezik. Ugye a társadalom, amiben él, az rengeteg fogyatékosságot tartalmaz, és nagyon sok esetben inkább a beteg ideákat erőlteti az egyénre, és ilyennek függvényében az arculata is inkább beteggé válik. És ez rendkívül nehéz nevelő munka. Sajnos nincsenek meg azok a klasszikus laktonyai körülmények, ami, ami ugye némi poroszos neveléssel ezt gyorsan segítené, mert sajnos a betyársadnak nincsenek laktanyái, meg ugye mi egy civil szerveződés, vagyunk egy sportmozgalom, és értelemszerűen, tehát vannak határok, ameddig el tudunk menni a nevelés ugye formájába, de, de nagyon nagy szükség lenne arra, és mondjuk ilyenkor ugye megint visszatérünk egy alaptémához, ugye a sorállománynak az eltörlése, a honvédség ugye felszámolása, hogy sajnos látjátok, hogy milyen generációkat eredményezett ez a fiatalságban. A másik, még egy pár mondat erejéig visszatérve itt a Facebookra, Ugye a betyánserek 2014 óta nincs a Facebookon. Én 2016 decemberétől lettem ott szó szerint personalon gráta, és ugye még viccelődtünk is, hogy ilyen a mesében nincs, hát Bin Ladenre nem adtak ilyen arcfelismerő programot. Na most ugye aztán László is csatlakoztak a mozgalomhoz, tehát nincs ezzel baj, mert én úgy vagyok ezzel egyébként, hogy ez a hitelesség fokmérője. Ha engem az ATV-n dicsérgetnének, valamint föllennék a Facebookon, akkor valami kul nagy baj lenne velem, úgyhogy onnastól kezdve tessenek hátat fordítani, úgy nekem, meg a betyáseregnek is. De higgyétek el, hogy ettől függetlenül, mivel a betyárserek 11 éve hitelesen képviseli azt, amiért megalakult, tehát próbál jövőben mutatóan egy erős önvédelmi közösséget úgymond példaként állítani a társadalom elé, Higgyétek el, hogy az emberek nem hálátlanok. Attól függetlenül, hogy nem vagyunk a Facebookon, tudják, hogy van egy honlapunk, és azt büszkén mondhatom, hogy abban a világban, amikor az a jelszó, hogy a Facebookon kívül már élet nincs, a betyáserek honlapja talán legolvasottabb. És ezt most mondok egy adatot. Volt egy Hát én igazából például a Hubiék akciójához képest gyengének nevezném, de jelképes kiállásunk ugye a sátánistákkal szemben, akik ott vonultak ugye Budapesten. Ugye volt egy szép molinó, volt rajta egy gyönyörű felirat, ami szerintem értelemszerűen megmutatja az állásfoglásunkat. 10-15 srác volt a képen, majdnem 3000 megosztása lett. Ebben a világban, amikor a Facebookon Elvileg, vagy bocsánat, Facebookon kívül nincs élet. Vagy amikor kiteszek Lacival egy közös fotót. 8-9 ezer megosztás. Tehát az emberek a hitelességet mindig megbecsülik. És ezért nem szabad ezt elveszteni, ezért nem szabad ezt elengedni. Mindig töretlenül járnunk kell azon az úton, ami rögös, ami nagyon nehéz, és ami borzasztó, fárasztó, de ettől függetlenül így tudunk csak szolgáltat tenni a jövőnek. Török Szent Miklós itt mi lett volna a konkrétum a, a cigány gyerekeknek a sport szeretete? Igen, hogy ott, tehát, hogy látható Török Szent is. Így, van, a, így van. Na most a cigányság ugye egy olyan adott szociokulturális háttérből jön, ahol bizony a, bizony a másságot nem szeretik, de a gyengeséget sem. Tehát alapvetően egy cigány gyerek, ha azt nézzük, abban az adott szociokulturális háttérben a természettel összhangban nevelkedik, és megtanulja, azokat az alapvető élethez szükséges úgymond tanácsokat, amik lényegében a túlélését segítik. Tehát ők azért még, annak ellenére, hogy az a szocialkulzáris háttér nagyon sok fogyatékosságot tartalmaz, és bizonyos ö, emberi normákkal szembeáll, annak ellenére viszont a túlélés szempontjából igenis életképesebb, mint amit mi itt látunk ebbe a idiotizmusba mert ez amellett, hogy ahogy a Hubi nagyszerűen elmondja, a rassz tudatunktól kezdve a nemi identitásunkon át mindent felszámol, felszámolja az önvédelemhez való jogunkat is, mert képtelenné tesz arra, hogy ezzel élni tudjunk. Így van, én azt szoktam mondani, nagyon régóta mondom, hogy a liberalizmus az egyrészt a leginkább tömeggyilko, tömeggyilkos eszme, hiszen gondoljunk bele, hogy a, akár a nyugati világban, de sajnos még Magyarországon is hány fiatal lány hal meg, vagy válik mondjuk nem erőszak áldozatává pusztán azért, mert a valóságot eltitkolták előtte, és ő nem tudta, hogy miniszoknyában, hajnali kettőkor, mondjuk egy párizsi nógó no zónán, ahol afrikaiak és dél-ázsiaiak laknak, ott nem érdemes neki végig sétálnia. Utána, miután megerőszakolták, meggyilkolták, stb akkor utána ugye kiderül, de ők mind a liberalizmus áldozatai, és rengeteg ilyen áldozat van, csak nem nagyon tudunk róla, hiszen a média ezekről nem szokott beszámolni, de mondhatnánk Magyarországon is hasonló példákat, akiknek azt mondják, hogy ó, hát a cigánytelepen is át lehet menni a hajnali kettőkor ugyanannak a miniszoknyás lánynak, semmi baja nem lesz. Miközben, akiben működik a normális immunrendszer, az tudja, hogy hajnali háromkor egyedül nem sétálunk keresztül az Ózdi cigánytelepen, illetve Toroszkai László sem megy be az 5000 cigány közé az Ózdi cigánytelepre, de mondjuk én bementem, hogy forgassak nektek egy jó filmet, de jó Isten segítségével élve jöttem, Szóval egy picit kevés időnk maradt, és szeretném, hogyha kérdésekre is jutna idő, hiszen mi ebben is különbözünk a politikusoktól, hogy itt kendőzetlenül bármilyen kérdést nekünk föl lehet tenni, nincsenek tabu kérdések, nem félünk és nem szaladunk el semmilyen kérdéstől. Szeretném, hogyha arra egy pici idő jutna, de, de azt látom, hogy nem sok időnk maradt. Úgyhogy még egyetlen egy témát szeretnék szóba hozni, ez pedig aktuál politika. Kénytelenek vagyunk erről beszélni, még akkor is, hogyha ti nem vagytok politikusok, én, és én sem vagyok az a tipikus politikus, kényszer pályára kerültem. Ugye mindenki tudja, hogy mi történt a Jobbikkal, és ugye így kerültem egy olyan helyzetbe, hogy most éppen pártelnök is vagyok amellett, hogy vagy polgármestere. De nagyon nagyon fontos, hogy ahhoz kapcsolódok, amit Zsolti említett, hogyha ezek a, a magyar sziget típusú rendezvények, ezek az elmúlt években is olyan erővel működtek volna, mint mondjuk 2010 előtt, és hogyha nem csak mi néhányan vagy néhány ezren tartottuk volna fontosnak azt, hogy ilyen rendezvények legyenek, akkor. Egészen biztos, hogy elképzelhetetlen lett volna az, ami az elmúlt években a jobbikkal megtörtént. Számomra egyébként, aki számára, ugyanúgy, ahogy ezt Zsolt az előbb mondta, rendkívül fontos, hogy következetesen ugyanazt képviseljük nagyon-nagyon régóta, amióta gyakorlatilag az eszünket tudjuk. Számomra felfoghatatlan az, ami... És ami... nagyon fontos az, hogy most már látjátok, igazol bennünket a világtörténelem. Tehát azok a gondolatok, amik a 90-es években Konteónak számítottak, azok a fogalmak, amik démonizálva voltak, ma már a közbeszéd tárgyai. Minket igazolt a történelem, sőt... most vagyunk a legjobb helyzetben, és most vagyunk a leggyengébbek. Gratulálok. Tehát ez nagyon fontos. Nagyon fontos, amit Zsolti mondott, sőt olyannyira, hogy az amerikai Egyesült Államok elnöke mondja azokat a úgynevezett konteókat, vagy mondok jobban, tegnap itt volt nálam a bolgár kormánypárt, az Ataka delegációja, és természetesen szokás szerint számomra már rettenetesen unalmas, de hát ugye el kellett vinni megmutatni a határkerítés nekik is. Körülbelül ez volt a két és fél ezredik látogatásom a, az ásotthalmi határkerítés, nem miközben mellettel lakom, tehát az egyetlen magyar állampolgár vagyok, aki az ablakából látja ezt a kerítést mondom, életem főműve a mellettem található mozgalmak mellett, amelyekre a leginkább büszke vagyok, még talán a gyermekeim mellett. És amikor ott voltunk a kerítésnél, akkor megkérdezték azt tőlem, amit egyébként a BBC szintén megkérdezett korábban, hogy, hogy mit gondolok, mennyire tudtam inspirálni Orbán Viktort és a Fideszt ezzel a kerítés ötlettel. Hát mondtam, hogy annyira, hogy azóta csak ezzel nyerik a választásokat, tehát elég jól sikerült az inspirációm de úgy tűnik, hogy ennél, ennél, azért tovább kell mennünk, hiszen Donald Trump kampánycsapata itt volt nálam annak idején. Ugye 2000, hogy is volt, 2016-ban választották meg Trumpot, hogyha, ha jól számolom, ugye? 2015-ben és 2016-ban is járt nálam Donald Trump kampánycsapatának több tagja az Amerikai Egyesült Államokból, és itt fotózkodtunk az ásotthalmi akkor épülő, illetve már részben megépült kerítés mellett. Úgyhogy mondtam, hogy Akár nagyképpen azt is mondhatnám, hogy Donald Trumpot, az Amerikai Egyesült Államok elnökét is tudtam inspirálni. Tudjuk, hogy azóta is az egyik fő kampány fogása a déli határkerítés az Amerikai Egyesült Államokban, és ugye maga az illegális migráció. De mi olyan nagyon fura szerzetek vagyunk, hogy számunkra nem a párt érdek, vagy az egyén érdek a legfontosabb, hanem a nemzet és a saját kultúránk, hogy én szoktam mondani, nem is csak az európai, hanem az északi civilizáció, hiszen nekünk is van egy keleti-nyugati tudatunk, tehát ennek az északi civilizációnak a védelme az mindennél fontosabb, úgyhogy örülök neki, hogy mindenfelé ilyen kerítések épülnek, és a bolgárok is szeretnének ilyen kerítéseket még építeni. Szerintem mindenhol erre szükség lesz. A következő évtizedek, évszázadok azok arról fognak szólni, hogy ez az északi civilizáció, de ha jobban tetszik a fehér ember, meg tudja magát védeni attól az elképesztő nyomástól, ami déli irányból mindenhol, Dél-Ázsia és Afrika felől, vagy akár Dél-Amerika felől ránehezedik erre a civilizációra. Hihetetlenül kemény harcos évtizedek és évszázadok állnak előttünk. Ezért is rendkívül fontos, hogy éppen Szilágyi Mihálynak fogunk most hat órakor szobrot állítani először a történelemben. Egy cirka 500 éves mulasztást teszünk ma jóvá Nándorfejvári várkapitányának. Hiszen, hiszen ezek a harcos évek vagy évszázadok, ezek nem múltak el, ezek inkább előttünk, mögöttünk is vannak, néhány száz évvel, és előttünk is állnak néhány évtizeddel vagy néhány száz évvel. De ami ennél sokkal fontosabb, hogy nem történhetett volna meg az, amit jelenleg is látunk egyébként, hogy minden további nélkül képesek az emberek olyan hihetetlen fordulatokra, hogy azzal a momentummal fog össze az a jobbik, vagy azzal a demokratikus koalícióval, Gyurcsány Ferencékkel fog össze a jobbik, amelyek olyan világnézetet képviselnek, egy olyan világrendet hirdetnek, és olyanoktól kapják a finanszírozást persze külföldről, amelyek ellen a jobbik és ez az egész nemzeti tábor időtlen idők óta küzd. Én azt gondolom, hogy azok az emberek hozták létre és támogatják egyébként a mi hazánk mozgalmat, akik részt vettek az ilyen magyar szigeteken annak idején, mert számunkra evidens, hogy mi nem tudunk egyik pillanatról a másikra, és nem is akarunk egyik pillanatra a másikra, de akár évtizedek alatt sem köpönyeget váltani, vagy a bőrünket lecserélni. Mi maradunk azok, akik voltunk. És hogyha azok maradunk, akik voltunk, akkor számunkra elképzelhetetlen, hogy összefogjunk akár egy momentummal, vagy akár egy demokratikus koalícióval, de gondolom, hogy ez senkinek nem kell itt különösebben ecsetelni, hogy ennek mi az oka. Nagyon egyszerűen ezt úgy fogalmaztam meg annak idején, amikor Vona Gáborral a magám, magam háborúját vívtam, hogy a bárány nem tud összefogni a farkassal, a nagy összefogósdiban. És ugye, hogy jobban fölkeltsem a figyelmet, szoktam erre mondani, hogy a zsidóság össze tud fogni Adolf Hitlerrel, vagy össze akar fogni Adolf Hitlerrel, vagy fordítva. Hát vannak ugye olyan pillanatok, amikor a, a kis malac ugye a mesében nem tud a farkassal összefogni, mert a farkas felfalja. Ez ilyen rém egyszerű. számunkra ez evidens, akik részt vettünk mindig ennek a nemzeti szubkultúrának az építésében. Ezért vagyunk itt, ezért küzdünk a továbbiak során is. De vajon akkor a munkánk gyümölcsét most kiélvezi? Muszáj erről még egy záró mondatot mondanom, hiszen Számszerűen kimutatható, hogy a nemzeti gondolkodású magyarok létszámban többen lettek. A Magyar-sziget évei alatt, évek alatt folyamatosan többen voltunk, hogyha emlékeztek rá. Hát a vége már 15 ezeren voltunk a Magyar-szigeten. A Kárpátia koncerten 2004-ben, amikor a Magyar-szigeten föllépett, meg kellett hívnom a NOX zenekart hogy remékedjek abban, hogy hú, sokan lesznek. Most meg a Kárpátiát meg kell hívni, nem kell más meghívni, mert a Kárpátiára több ezer ember eljön egy Kárpátia koncertre. Tehát látszik az, hogy többen vagyunk. Ilyen gondolkodás emberek, többen vagyunk. És akkor még nem beszélek arról, hogy van egy kurultáj, ahol több tízezer ember mondjuk meg tud jelenni, akik számára fontos. Fontosak a magyar tradíciók, a magyar hagyományok. Hát akkor a pártpolitikában ez miért nem tud megjelenni, és ennek nyilván az egyik fő oka az, hogy hiteltelenné vált az a, az a nemzeti tábor a pártpolitikában, aki, akiknek képviselni kellene ezt a gondolatot. És a Fidesz. A Fidesz élvezi a gyümölcsét, annak a rengeteg civil munkának, amit sokáig tettünk, végeztünk. Az a Fidesz kormány, ami azt az 500 ezer forintos állami támogatást, amit valami csoda folytán megítéltek ebben az évben először, a Magyar-szigetnek, na nem ennek a Magyar-szigetnek szeretném Ritának jelezni, tehát ezt a Magyar-szigetet nem támogatja a kormány, mert újságíró kolléginának mondom, hanem a felvidéki Magyar-szigetet támogatta 500 ezer forinttal a Magyar kormány, és egy ilyen brüsszeli külföldi riadalom hatására visszavonta, hagyd tegyem hozzá, teljesen törvénytelenül járt el a kormány. Tehát én biztatom a vármegyéseket, hogy mindenféleképpen már ott mondtam felvidéken, hogy azonnal jogi eljárás, ki kell vinni Strasburgig az ügyet, hogyha szükséges, ugyanis egy jogszerűen megnyert pályázaton, pályázaton megnyert támogatást, egy miniszter nem rendelhet vissza, egy nappal a fesztivál kezdete előtt, mondván, hogy jaj, rám szóltak a liberálisok külföldről, azonnal visszavonom a támogatást. Ilyet Núr mert... nu, nur sultán nur nem csinál. És érdekes módon De egyébként, vagy tegyem hozzá, a bal liberális ellenzék az ilyenkor kussol számukra, amikor a Fidesz ilyen módon diktatúra, és ilyen módon viselkedik diktátorként egy, egy miniszter, hogy visszavonja a vármegyésektől a felvidéki Magyar Sziget támogatását megijedve a balliberális külföldi vádaktól, akkor nem kiállt a balliberális tábor demokráciáért. Amikor minket nyomnak el, akkor még több diktatúrát várnának el a Fidesztől. Milyen érdekes, ugye? Tehát ennyit arról, hogy hogy kik profitálnak sajnos pártpolitikai értelemben a, a, az eddigi munkánkból. Hát az a, azok a vonagáborék, akik eladták Júdás aranyért a nemzeti szavazatokat, és az a Fidesz, aki egy ilyen külföldi bírálat hatására még ezt a nyavajás 500 ezer forintot is visszavonta a felvidéki Magyar-sziget támogatásából. Tehát ez azt jelenti, hogy van teendőnk, úgyhogy kényszer pályán mozogva így, így hoztuk létre a mi hazánk mozgalmat. Itt a legnagyobb problémának, például itt a jobbik esetében, azt tartom, meg egyébként az egész nemzeti oldal esetében is, hogy amiről már beszéltünk, hogy hiányzik a szellemi bázis. Tehát térkép és iránytű nélkül nem lehet hajózni. Azok a szervezetek, amik működnek mai napig és fennmaradtak, azért maradhattak fent, mert van egy szellemi fundamentum, amit képviselünk, és ezt hitelesen képviseljük, az igazság zászlaját pedig a magasba emeljük, és hogyha így cselekszünk, akkor pedig a jó Isten is megsegít minket. Ezt azért látjuk az életünk során, hogy lehet, hogy nem jönnek azok a hatalmas látványos eredmények mindig, de mindig is jól kijöttünk szerintem a dolgokból, és látszik, hogy fent tudunk maradni. Például ez a Magyar Sziget is egy zseniális csoda egyébként, hogy hanvaiból újra feltámadva létrejött. A Fidesz pedig azt, azt ismerte fel, hogy hála Istennek a magyar társadalom zsigerileg rasszista és homofób. Ezt kellene szellemi pozitív tartalommal megtölteni. Te most ki fognak emelni egy gondolatot tőlem, hogy azt mondtam, hogy hál' istennek a magyar társadalom micsoda, de én azt hozzáteszem, hogy ezt viszont csak egy bázisnak tekint, kellene tekinteni egy normális vezetésnek, mert a normális vezetés az valahova el akarja vezetni a népét, emelni szeretne rajta. Ezzel szemben a Fidesz ezt a helyzetet kihasználva csak kétbites üzenetekkel kommunikál. Tehát valódi szellemi tartalmat nem rak mögé. És a legnagyobb probléma, hogy csak kommunikál egyébként. Például a migráció kérdésében, ugye tudjuk, hogy már mennyi kínai, stb. beengedtek, tehát egy nagy humbuk sok esetben, amit kommunikálnak. Erre is egyébként feladatunk lenne, hogy felhívjuk a figyelmet, és visszakanyarodva a fiatalság kérdésére, a Fidesz másik bűne, hogy a nemzeti jelzőt erodálta. Tehát az, hogy már mindent nemzetinek hív, és kiépített egy ilyenfajta rendszert. Dohánybolt, ugye nem, nemzeti, nemzeti egy dohánybolt. dohánybolt miért nemzeti, nem tudjuk, mindegy. De ezáltal sajnos a fiatalok körében már nem trendi a nemzeti jelző, amíg a Fidesz ezt tudatosan nem csinálta, addig egyébként mi voltunk a trendik és menők a fiatalok körében. De most a Gulyás Marci féle partizán a menő, mert abban látják a lázadást. Minket, meg így a szavak szintjén, meg retorika szintjén, mert ugye a Fidesz rengeteg retorikai elemet átvett tőlünk, azonosítanak a Fideszsel. És nagyon nehéz megkülönböztetni magunkat, és nyilván nehéz átvinni azt az üzenetet, hogy lehet, hogy ugyanazt mondják, csak éppen tartalom nélkül. De nagyon nehéz nyilván egy politikai retorikát szépen ö, fölépíteni, normálisan tartalommal átvinni mert nyilván mi nem tudunk óriás plakátokat olyan számban, meg úgy kihelyezni az utcára. Hát ez is egy feladat lenne, hogy elmagyarázni egyébként a fiataloknak, hogy nem teljesen ugyanaz a kettő, meg a társadalomnak is. Legfeljebb csak így felszínesen, nagyon távolról. Mert ez problémának látom amúgy, hogy most a Pride kapcsán is egyfolytában megkaptuk, hogy mi a Fidesz küldött titeket? Tehát ezt, ezt mondják ugye... Az a Fidesz egyébként, ami, ami, alatt minket zárt a kordonok mögé. A, én egyébként nem vagyok homofób, ez a homofób szó is egy számomra értelmezhetetlen. Ez körülbelül olyan, mint a komoly ilyen polémia alakult ki a nemzeti oldalon, hogy, hogy mit tegyünk ezzel a Pride felvonulással, hogy hát van egy homoszexuális felvonulás, és akkor rendezzünk heteroszexuális, büszke heteroszexuális felvonulást, tehát a francokat. Hát ezzel tulajdonképpen azt üzennénk, hogy hogy a társadalom egyik fele homoszexuális, a másik fele heteroszexuális, és ez egy normális dolog, nem. Tehát van a normalitás, és van a deviancia. Hát ez ilyen egyszerű. A deviancia egyébként egy nagyon pici e, része a társadalomnak, csak van egy olyan elképesztő erős politikai propaganda mögötte, ugye nem véletlenül tiltottam be itt Ásotthalmon annak idején a homoszexuális propagandát, mire azt írta az Index, hogy Ásotthalmon betiltották a melegséget, hát hanem, Isten őriz, hát tessék kinézni, süt a nap, hát a melegséget nem, nem tudom betiltani. De tovább megyek egyébként, még a homoszexualitást sem tudnám betiltani. Nem is akarom egyébként betiltani, de nem is érdekel. És nem fogok kukkolni, nem tudom, a homoszexuálisok párok hálószobájában, hogy mit csinálnak. Nem érdekel, de azt viszont elutasítom, és az ellen igenis küzdeni fogok, hogy oktatási intézményekben, vagy akár a gyerekeinkre rá akarják erőltetni a saját devianciájukat. Tehát a, el a kezekkel a gyerekeinktől, el a kezekkel a jövő nemzedékétől. Nyilván a mi már nagyon nem tudják megzavarni, mi már azért tudjuk a nem identitásunkat, túl vagyunk azon, de a fiataloknál igenis nagyon komoly, és ezt nem én mondom, ezt orvosok, kutatók, szakemberek mondják, hogy nagyon komoly zavar tudnak okozni. De igen igenis küzdeni kell. És hát a Fidesz minket zárt kordonok mögé, a normálisokat. Úgyhogy ennyit arról egyébként, hogy. Ne küzdenek a mindenféle jogokért a liberálisok, holott nekünk kellene küzdeni, mert a saját jogainkért, amikor üldözve vagyunk, betiltva vagyunk, nekünk a jogainkat tiporják, hogy például megnyerünk egy pályázatot, teljesen törvényesen kiírt pályázatot megnyerünk, és akkor a rendezvény előtt egy nappal visszavonják. Abszolút tehát, akkor, törvény, tehát akkor ki van üldözve? Abszolút törvénytelenül. Egyébként csak szeretném jelezni, hogy én meg, én meg ugye bepereltem a Facebookot, tehát nagyon fontos, hogy abból tanuljunk, hogy, hogy ne hagyjuk magunkat, hát eddig sem hagytuk magunkat. Én egy pár szót szólnék csak ez a kérdéskörhöz. Ugye visszautalnék arra, hogy nagyon fontos először is a hitelét visszaszerezni ennek a nemzeti oldalnak, mert anélkül ez nem fog működni, hogy elismertek legyünk. Én nem tudom azokat a honfitársainkat, százszázalékig elítélni, akik a Fideszre szavaztak adott esetben, mert ugye sajnos annyira leegyszerűsödött itt a képlet, hogy az egyik oldalon van egy kormány, aminek ugye értelemszerűen vannak fogyatékosságai, a rendszernek is vannak hibái, amin értelemszerűen változtatni és javítani kell. Az egyik oldalon van ez a kormány, ami mondjuk az Adriai tengerpartján kikötőt épít, és van a másik oldalon, amit meg a botmixer, meg a rapper gyerek reklámoz. Itt azért most, hogyha van valamilyen formában ugye, egészséges gondolkodása egy jobboldali embernek, akkor értelemszerű, hogy a kisebbik rossz elve alapján mégis mire fog voksolni. De addig, amíg mi hitelesen nem tudunk megjelenni a társadalom előtt, addig, addig ne is számítsunk másra. És amit a Gábor mondott, nagyon fontos, tehát a szellemi műhelyek létrehozása, nagyon fontos egy jövőbe mutató irányvonal fölmutatása, ami a 21. század úgymond alap életformájához van ugye módosítva, nagyon fontos egy új jobboldaliság léte, és ebben az úgymond új jobboldaliságnak a létrehozásában, ugyanúgy a 64 vármegy ifjúsági mozgalomnak, akár a betyárseregnek, vagy akár a légió hungáriának, vagy bármilyen más nagyon normális és jövőben mutató eszmeisége rendelkező szervezetnek igenis feladata van. Nem beszélve itt Torockai Laci barátomra, aki lassan 20 éve talán az egyetlen egy hiteles közéleti személyiség maradt számomra, és amíg csak ő munkában van, addig tudom azt, hogy Magyarországon a pártosodásnak nevezett képlet igenis jó kezekben van, hogyha a nemzeti oldalabban gondolkozik, hogy pártformációba folytatja a munkásságát, amit tudom, hogy nagyon sokan nem szeretnek ezen az oldalon, de mégis el kell fogadni, mert jelen pillanatban a társadalom és Európa is társadalmi szinten erre van beállva, erre van felépítve. Ezt nem lehet kikerülni semmilyen alternatív megoldással. Az a legfontosabb dolog, hogy a pártosodást, a pártot arra használjuk, amire való, a közéletbe való érdekképviseletre, semmi többet. És minden párt annyit ér, amekkor a mozgalom van mögötte. A mozgalom a lényeg. Ha nincs mozgalom, akkor a párt az egy technokrata valami. És látjuk, hogy hova jut. Vagy láttuk, hogy hova jutott. Így van. No, az időnk az elszaladt. Egy-két kérdésre maradt még pici időnk. Hogyha esetleg közben valaki elmenne inni akár egy sört, még egyszer szeretném mindenkinek felhívni arra figyelmét, hogy 6 órakor itt a polgármesteri hivatal előtt, tehát kb. 100 méterre innen, felavatjuk a történelem első Szilágyi Mihály szobrát, amit kizárólag közadakozásból építettünk, hoztunk létre, majdnem 500 kg bronz van benne 12,7 millió forint maga a szobor összköltség, és a teljes költséget adományokból tudtuk fedezni. Nem pici munka volt, kezdve onnantól, hogy kipattant a gondolat a fejemből ezt végigcsinálni, úgyhogy ez egy tényleg egy történelmi pillanat lesz, és szeretném, hogyha ti is részesei lennétek ennek, úgyhogy nekem, és már előre szólok, hogy ahogy befejeztük a kérdések után, én itt el fogok rohanni, el fogok futni, tehát senki ne számítson arra, hogy most fogok vele meginni egy pohár bort, utána hajnalig bárkivel beszélgetni fogok, viszont most engedjetek elszaladni, ugyanis ehhez a történelmi pillanathoz ehhez át kell öltöznöm, de nem akartam itt öltönyben ülni Zsolték mellett, azt hitték volna, hogy na hát már ennyire politikussá váltam itt a mozgalmi emberből, viszont most muszáj majd, és hatra még vissza kell érnem. Úgyhogy akkor néhány kérdés, aztán pedig Zsoltit és Gábort kapjátok el, Engem hagyjatok futni, ha valaki interjút szeretne itt elő, mondom, hogy ne, nem akartam. Persze, minek? Toloszkaya. Ah. De hogyha valaki szeretne, vagy vagy Ritavot hátul, akkor jövök vissza, és szobor után bárkinek állok rendelkezésére bármilyen kérdés lenne. De akkor most tiétek a lehetőség, hogy itt nyilvánosan, akinek lenne kérdése hozzánk, akkor azt kérem, hogy tegye föl. Igen, akkor mégis, igen. Sajtó. Köszönöm, Egyáltalán a jó bírnak e, van egy jövője egy ilyen összefoglalom, valóban összefoglásban, egy gyújtságfével, már gyúcsáját a irányítólag fölse irányított, a, a a irányított szervezet. Embeszítette már az egyetség a videóráját, egyáltalán egy gyógyítolítókát megoldják ásott biztos, hogy nem. Ahogy néztem most az EP választáson, nem is tudom, hogy egyáltalán volt-e jobbikra leadott szavazat 4000 lakosú ásott de én úgy látom, hogy országosan sincs már jövője a, a jobbiknak. Azért az egészen rendkívüli, hogy egy 20%-os párt egy év alatt 6%-ra zuhanjon, miközben mi pedig nulla pénzügyi támogatással álltunk mögött, sem állami támogatást, tehát sem állami finanszírozásban, sem pedig oligarchák támogatásában nem részesül a mi hazág mozgalom, kizárólag a saját aktivistáink, szimpatizánsaink adományaiból tudunk működni. Nyilván ez egy nagyon fontos szempont, hogy nem lopjuk el a pénzt, ugye és is ezt el tudom mondani, hogy nem lopjuk el a közpénzt, ezért tudunk működni, de hát nem egyenlő versenyfeltételekkel kellett mondjuk az éves szinten 2,7 milliárd forintból gazdálkodó jobbikkal felvennünk a küzdelmet. Ehhez képest sorrendben a jobbik mögött végeztünk most az LP választásokon 3,3%-kal, miközben a, a Jobbik pedig 6%-ra zuhant, innen már nincs megállás. Én ezt egyébként, ha emlékszel rá, tavaly elmondtam nagyon sok interjúban, hogy egy év, egy év múlva erősebb lesz a mi hazánk, mint a Jobbik. Szerintem nagyjából ez mostanra már igaz is lesz. Ugye a nálunk a 3,3% az azt jelenti, hogy elkezdenek hinni az emberek abban, hogy csodát tudunk tenni. Én Dunói Városi Fórum után mondtam valamikor tavasszal, hogy azért az egy csoda lenne, hogy rögtön bejussunk már az Európai Parlamentbe. Ez ugye nem sikerült ez a csoda, de az mégiscsak csoda, hogy 114 ezer ember szavazott a mi hazánkra. Az LNP pont ennyi szavazattal juttatott be EP képviselőt a korábbi, egyel korábbi LP választáson. De ez azt jelenti, hogy ha ha lesz erőnk még ezt tovább csinálni, és ebben azért az is benne van, hogy egyedüli és első pártelnök vagyok, amely egy parlamenti képviselettel rendelkező pártot úgy vezet, hogy a messzi vidéken főállású polgármester. Ugye gondoljátok, hogy hány millió kilométer van már a, a ülepenben, hogy ezt a pártot működtetni tudjuk. Tehát nyilván ez nem egyszerű, de hogyha ezt tovább tudjuk folytatni, akkor egy éven belül biztos, hogy a jobbik korábbi szerepét átveszi a, a mi hazánk mozgalom, a jobbik pedig eltűnik a súlyesztőben. A jobbik, és ezt most itt kimerem jelenteni nagy nyilvánosság előtt, hogy 2022-ben annak ellenére, hogy éves szinten 2,7 milliárd forintból még működnek, mert ugye azt a pénzt csak szét kell osztaniuk maguk között, az még életben tartja, teljesen ideológia és eszme nélkül megmaradt Jobbikot. Tehát a múltkor fölmentem az Alfa hírre, a Jobbik hírportájára, és éppen a DK szarvaskoppányben, de ha jól nem a nevére, tehát a korábbi Momentumos DK-s figurával van nagy interjú. Tehát ide süllyedt a, a a Jobbik. Ez a jobbik, ez 2022-ben nem fog bekerülni a parlamentbe. Tehát ezt itt most nyilvánosan merem kijelenteni, hogy végük van. És ez annyira így van, hogy már az önkormányzati választásokon nem mernek elindulni jobbikos színekben a nagy polgármestereik, mint például a Janicsák Dávid Ószt polgármestere, Márki Zai Péter, meg a balliberálisok színeiben Gyurcsányék, meg a többiek színében fog indulni. Teszem hozzá, ha mi hazánknak lenne Ózdon, ugye Ózdon jártam a. a Magyarország legdurvább cigánytelepén a múltkor egészen elképesztő állapotokat tapasztalva a patkányok szaladgáltak a lábam között. Ezt most kimerem jelenteni, hogy ha találnánk egy tetrekész, bátor embert, aki a mi színeinkben elmenne indulni, mi megvernénk. A teljes balliberális tábor a háta mögött induló Janicsák Dávidot Ózdon, a 32 es városban, de már nem meri fölvállalni a saját pártját. Az Ózdi polgármester sem. Tehát jobbiknak vége.